Ma 10 órától a Pesti Központi Kerületi Bíróságon lesz az első tárgyalása annak a pernek, amelyet a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet indított a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és a Greenpeace Magyarország ellen. Az érintettek demonstrációt szerveztek a bíróság épülete elé. Nagyon sok civil szervezetet várunk ide, ugyanis ma 10 órakor kezdődik egy per Greenpeace és a Kishantosi Nonprofit Kft. Ellen. Ebben a perben a Magyar Állam nevében a Nemzeti Földalap perelte be a Greenpeace-t és Kishantosi Nonprofit Kft.-t 14-14 millió forintra. Azért vagyunk ma itt, hogy megmutassuk, hogy nem félünk az ilyen egészen groteszk és irracionális vádaktól, és állunk elébe az összes ilyen pernek. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek. Ahogy gyorsan itt körbenézem, hogy hányan is lehetünk, én úgy látom, hogy több mint 100-an vagyunk most itt a bíróság épülete előtt a Bátorság napján. A mai összejövetelünknek az apropóját az adta, amit már mindannyian tudtok, hogy a Magyar Állam beperelte a Kishantosi Nonprofit Kft.-t és a Greenpeace Magyarországot, 14 millió forintos kártérítési pert indított ellenünk. És miért? Mindez azért, mert kiáltunk azokért az ügyekért, kiáltunk azért az ügyért, ami nekünk alapvető feladatunk, a környezetvédelmiért. Tulajdonképpen én ugyanolyan laikus vagyok, mint a többiek. A legtöbb ember, aki itt van, meg aki fel van háborodva, mert engem azt hozott ide a felháborodás, hogy ez el se szabad kezdődnie. És a felháborodásom csak fokozódott, hogy szétverik az egészet, tulajdonképpen kimondom, gyilkolnak, és még velük akarják megfizettetni. Tehát ez egészen elképesztő. Az NFA, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a Magyar Állam képviseletében felfogadott egy privát őrzővédő céget 9 millió forintért. Ennek a privát őrzővédő cégnek az volt a feladata, hogy biztosítsa a nyugalmat az úgynevezett új bérlőknek a kishantosi területeken, hogy ők nyugodtan elpusztíthassák azokat a bionövényeket, a biobúzát, ami körülbelül 2 hónap múlva lett volna aratásra kész 2014 áprilisában. Tehát valójában ez az őrzővédő cég a Magyar Állam pénzén, a mi adóforintainkból biztosította ezt a pusztítást. És most nagyon cinikus módon a Magyar Állam azoktól követeli vissza ezt a pénzt, vagyis a kishantosiaktól és a Greenpeace-től, akik mindezek ellen kiálltak, akik demonstráltak a helyszínen, méghozzá jogkövetően és erőszakmentesen. Ez egyszerűen félelmetes, hogy azokat akarják megtámadni, akik védik a környezetet, akik védik az országot, akik a síbolás ellen felszólalnak. Ez a legnagyobb szégyen, ami elképzelhető. Nemzetközileg is, hazailag is. Ennél már nincs lejjebb. Nem is értem, hogy ez 2015-ben egy demokratikus országban hogyan történhet meg. Éppen ezért ez a mai kiállásunk, és az, hogy ilyen sokan vagytok itt, ilyen sok embert képviselünk, ez túlmutat ezen a konkrét ügyön, túlmutat a kishantosi ügyön, a kishantosi perem. Ilyen alapon nem lehetett volna egy bírósságot tönkretenni, ráadásul is látszik, hogy a kormány meg a tagja is olyan észérek, hogy ők csak abba tudnak gondolkodni, azonnal mindig mindenkit beperelnek, nekem is van 3 ilyen ügyem, és mindenhol pénzt követelnek. Tehát ez a vicc, mert akkor mondják azt, hogy megsértették a jó hírüket, vagy egyéb, vagy olyan, de most az, hogy egy civil szervezettől ekkora pénzt, vagy ilyen romani pénzt követelnek, az szerintem példátlan, és hát annak a politikának a része, hogy lehet őket tönkretenni. Úgyhogy ezért vagyunk itt többen is képviselőtársammal, kollégáimmal. Nem úgy gondoljuk, hogy itt a fognak azok, akik szeretnének és vállalnák, hogy aláírják nekünk, vagy üzennek valamit ezen a fehér transzparensen, azok pedig itt kapnak tőlünk filcet. A transzparens tartó aktivistáknál vannak a filcek. Magyarországnak pontosan erre van szüksége, nagyon sok kishantosra van szüksége, és elfogadhatatlan, amit megy. Ez a teljes cinizmus, hogy azt, amit ezek az emberek ott műveltek a földeken, engem személy szerint a munkámat végző országgyűlési képviselőt, nyomdafestéket nem tűrő szavakkal parancsoltak haza, és gyakorlatilag üldöztek minket ott az utakon meg a földeken. Elfogadhatatlan, hogy ezt a pénzt azokra az emberekre akarják kifizetni, akiknek a legtöbb joguk lenne ehhez a gazdasághoz, ehhez a földhöz, akik olyan sokat tettek értünk. Nagyon hiányzik Kishantos, vissza akarjuk kapni. A tárgyalás előtt semmit nem akarok mondani, csak annyit, hogy nagyon köszönjük. Köszönjük, Éva!